Az Országos Szövetség az elmúlt években több a sportág fejlesztési segítő programot indított. Ezek többek között a létesítményhelyzet javítását, az utánpótlás bázis növelését, a szakmai munka minőségének emelését szolgálják. Ebbe a sorba illeszkedik az utánpótlás mentorprogram, amelyben országos szinten 24 szakember vesz részt. A megyében a korábban a nyíregyházi felnőtt csapatnál több évig dolgozó, valamint több korosztályos válogatottat is irányító Ferenci Tamás látja a mentori feladatokat. A szövetség leginkább azt szeretné elérni, hogy U14, U16 és U18-as korosztályban ezek az úgynevezett utánpótlás mentorok először segítő szándékkal próbáljanak az edzőknek tanácsot adni, és a későbbiekben pedig ellenőrizni majd a szakmai munkát. Elsődleges cél az, hogy 2 éve a szövetség létrehozott egy technikai, taktikai, fizikai képességfejlesztő honlapot, ahol a képzési szisztémát, a technikát, a taktikai repertoárt föltöltöttük. Ebben jó magam, Zsoldos András, illetve Horváth Imre kollégám a taktikai részről, a technikai részről pedig Váradi Attila vett részt és tevékenyen hoztuk létre ezt a honlapot. Ennek a honlapnak a használatára szeretnénk az edzőket megkérni, és akkor a későbbiekben korosztályos utánpótlás válogatottaknál már azt tapasztalnánk, hogy az innen a megyékből javasolt, illetve kikerült tehetséges játékosok egységes képzési szinten vannak, és nem lesznek különbségek a játékosok felkészültségében. Ferenci Tamás elmondta, a kosárlabda utánpótlás edzők az elmúlt években a korábbinál jobb körülmények között dolgozhatnak. Reményei szerint a szakemberek nyitottak lesznek az újdonságokra. A TAO rendszernek köszönhetően most már az edzők anyagilag is meg vannak becsülve, tehát most már olyan gondokkal és problémákkal nem küzdenek, hogy esetleg másod, harmad, negyed vagy akár ötöd állás mellett kell nekik edzősködni, és éppen beesnek edzésről, vagy egyik edzésről rohanni kell egy másik edzésre a csapatok mellé. Tehát most már a mennyiség helyett inkább a minőségi munkára szeretnénk, hogy átkerülne a hangsúly. Én bízom benne, hogy sok fiatal edző van, itt a mi városunkban is, de akár országos szinten is. A fiatalabb edzőket is szeretnénk ugye az újdonságok felé terelni, és kérjük azt, hogy használják ezt a honlapot. De pozitív példaként említhetem Sallai Jóska tanárbácsit, aki a mai napig is minden egyes újításra vevő, és számtalanszor, amikor találkozunk, akkor ő mindig kérdezi, hogy esetleg van-e valami olyan újdonság, ahonnan szakmai tapasztalatot, ismeretanyagot tud szerezni. A megyében működő klubok közül a nyíregyházi kosársulinál, az NKK-nál, a Nyiksénél, a Kékcápáknál és Ibrányban vannak U14-es, U16-os és U18-os korosztályban versenyeztetett csapatok.